Ismét a magyarok ellen próbálja hergelni Jánzlot a szlovákokat. A nacionalista politikus pártja kirekesztő plakátkampányt indított és aláírásokat gyűjt azért, hogy a hivatali ügyintézésben a szlovák legyen a kizárólagos nyelv. A magyar koalíció pártjának elnöke szerint komolyan kell venni a szélsőséges politikai alakulat akcióját. Mindenki szeretné a saját magyarságát megőrizni, és erre törekszünk mink is a gyerekeinkkel, unokáinkkal is, hogy azért az csak megmaradjon. Hazánkban ne legyünk idegenek, nem akarunk a felvidéken élni. Ilyen feliratok olvashatók a szlovák nemzeti párt plakátján, a 70%-ban magyarok lakta a 12.000-es lélekszámú Somorja határában. A hirdetések országszerte megtalálhatók Szlovákiában. Az ottani magyarok nyugtalanok. Szerintem egy politikusnak másképp kellene kommunikálni, nem pedig ilyen megnyilvánulásokat, amit tesz. Akár tévébe, tehát médián keresztül, vagy pedig ilyen plakátokon. Hát van bennünket, de nem tudunk ellen mit tenni. Ugye őt védi a mentelmi jog, tehát ő csinál bármit, gondolja ő. A Dunaszerdahelyi Majálison magyar nap lenni jó feliratú plakáttal kampányoltak a helyi szervezők. Szlovákokban van egy olyan fajta elképzelés, hogy a magyarok mindenáron vissza akarnak Magyarországhoz kerülni, és ezt az itteni nacionalisták még gerjesztik is. Én szerintem ez nem a megbékélés szolgálja. A magyar részről itt a rendezvényen én azt látom, hogy abszolút nincs szó semmilyen más nemzetről, semmilyen nemzetek közötti ellentétről, itt csak a szeretetről szól. A magyar koalíció pártjának elnöke provokációnak minősítette a Jánzlota vezette párt kampányát. Komolyan kell ezt venni, nem is annyira Jánzlotáikat, hanem azt, hogy a közgondolkodást befolyásolják, és utána a retorikáikat bizonyos szempontból átveszik a többi szlovák pártok is, esetleg kicsit puhítanak rajta, hogy másképp fogalmaznak, de ugyanazt mondják. A tartalom ugyanaz, a forma és a stílus esetleg más. És nagyon rossz, rontják a fiatal szlovák generációk hozzáállását a magyarokhoz. Szlota magyar ellenes pártja a plakátkampány mellett aláírásokat gyűjt azért, hogy a szlovák legyen a hivatalos nyelv a hivatalokban. 350.000 szignóra van szükség ahhoz, hogy népszavazás kiírását kezdeményezhessék. Most 60.000 aláírásnál tartanak.